Én Varga Bálint vagyok, és a mai este, január 22-e 2021-es évben az első magyar konferenciát fogjuk megtartani. Remélem, hogy jól hallatszik. Azt mondja Márk, hogy 10-es, akkor oké. Ez egy új Virtual Room, valami Mirapolisnak a része, úgyhogy most először tartom, nem is lehet feltölteni dokumentumokat, de meg lehet osztani a képernyőt is, azt hiszem, hogy látjátok. Aki engem még nem ismer, én Horvátországban Eszéken lakok, és 2016 óta a Skyway Community befektető és tanácsadó vagyok, régióvezető vagyok Szlovénia, Horvátország, Macedónia és Koszovó, és ha minden igaz, akkor lehet, hogy februártól a magyarországi régióvezető is leszek. Ezt majd, ha hivatalosan meg lesz, akkor majd elmondom. Január 29-én lesz a következő magyar webkonferencia, és ezentúl minden hónapban legalább két webkonferenciát fogok tartani magyar nyelven. Néha ide visszajövök a csetre, hogy lássam meg, hogy írtatok-e valamit. Oké. Úgyhogy a kétszer havonta, és ha kell még valamilyen vezető találkozót, személyes megbeszéléseket, akkor ezt is fogjuk tartani, hogy minden információ, bár a Skyway Community igazán igyekszik e-mailben is, meg a hivatalos weboldalon is sok információt megoszt velünk. És de mi nekünk szokott lenni havonta egy-két konferencia. Egy konferencia régióvezetőkkel, egy konferencia top expert, és még egy konferencia a top expert vezetőkkel, ami most volt épp tegnap előtt. Úgyhogy ott is szoktak mondani, igaz, ottan több ilyen szervezést, meg hogyan kell építeni a, hogyan kell szervezni az üzletet, de itt-ott meg lehet kérdezni valamilyen különleges információt, úgyhogy ezt is igyekszem, hogy átadjam majd nektek. A mai esti lehet, hogy egy olyan bővebb információ, meg egy prezentáció is lesz. A alapító, a Skyway alapítója Junicki Eduardovics és Anatoli Eduardovics Junicki. Ő már több mint 40 éve az álma és az egész életét ebbe a projektbe fektette be. Nagyon híres ember, Fehér Oroszországban, Bielorussziában született, de Kazahsztánban élt, és most újból Minszkben van, ahol irányítsa ezt az üzletet. Bár tavaly előtt nagyon sok időt töltött Dubajba, jobban mondva Sharjahba, az Egyesült Emirátusba, mert ottan készítik ezeket a pályákat, a projekteket, és mindet, ami szüksége van ennek az üzletnek. A Junicki úrról nagyon sokat lehet elolvasni a hivatalos weboldalokon, 72 éves, de még nagyon jó formában van, és jó vezeti ezt az üzletet. A felesége és a fia, és még 7-8 legközelebbi társa
és tudják ezt a technológiát, úgyhogy bármi történik a világon vagy vele, akkor a cég és a technológia tud menni tovább, ami nagyon fontos. Mi köze van egy crowdfunding, meg egy ilyen, ilyen rendszer, amiben mi vagyunk? Igazából ők úgy döntöttek, hogy a szükséges befektetést, ami kell erre a projektre, több száz millió dollárról van szó, mivel banktól meg nagy befektetőktől nem tudták megszerezni, mert tudjátok, hogy egy startup cég, mikor elindul, akkor mindenki megütögeti a vállunkat, és azt mondja, igen, igen, hiszek én benned, és lesz ebből valami, de igazából senki nem akar finanszírozni valamit, ami nem biztos. És ők kialakítottak egy olyan rendszert, ajánló rendszert, hogy bárki akár 25 dollár havi befektetéssel is be tud szállni ebbe a projektbe, és most már több mint 400 ezer befektető segíti ezt a projektet. A crowdfunding az azt jelenti, hogy egy befektető befekteti a pénzét, és ezen kívül nincs semmi más munkája. Az, aki elindította ezt a projektet, annak a feladata, hogy a projektet sikerré tegye, eladja a terméket, vagy a szolgáltatást, attól függ, milyen projekt van, és későbbiekben a befektetőknek fizet osztalékot, vagy a mi példánkban most a Skyway kimegy majd a tőzsdére, és megkapjuk a részvényeket, amit el lehet adni, de ha nem adjuk el, akkor kapjuk az osztalékot, mint hozam. Úgyhogy 2014 óta elindították ezt a projektet, és most már a 14. fázisban vagyunk, a 15-től, amennyit terveztek. Ez úgy működik, hogy a közvetítő cég közöttünk, a Junicki cég és a befektető között van egy Skyway community, akin keresztül mi befektetjük a pénzünket, hivatalosan szerződésen kölcsön adjuk a pénzt. 3 év után, ha valaki úgy gondolja, hogy vissza akarja kérni, akkor kell küldeni egy e-mailt a supporternak, és 4% éves kamattal vissza tudja kérni a pénzét. A 3 holding van, Euro-Asian Rail Skyway System Holding 1, 2 és 3, ami a GTI tulajdonna, és a GTI az a Global Transport Investment, a fő cég, aki ezt a technológiát fejleszti ki, és utána a piacra teszi. Úgyhogy ez egy nagy korporáció, én így szoktam mondani az én partnereimnek. A decemberi forgalom, látjuk, hogy a Vietnam 68,5% befektetést viszi most pillanatnyilag, utána a másik ország Nigéria, akkor Indonézia, Szlovákia, Csehország, India, Kirgisztán, Németország, Oroszország és a 10. a Belgium. Ez a 10 ország több mint 93% befektetést viszi. Ez nem volt mindig így, ugye? Voltunk mi Magyarországon is, meg Belgium is erős országok előbb. Mi előbb kezdtük el a befektetést, és sokkal többet fektettünk előbbe. Úgyhogy a Vietnám meg a Nigéria, főleg Nigéria egy újabb ország, aki most ezt viszi. De az nem azt jelenti, hogy Magyarország
nem tud ide érni a listára az első 10-re. Ez csak tőlünk függ. Amit mondtam, egy befektetőnek nincs más munkája, csak befektetse a pénzét, de tud, szabad ajánlani más befektetőknek is, és erre a cég megajándékoz külön bónusszal. A bónusz ki tudjuk küldeni a bankszámlánkra, vagy tudunk venni még részvénycsomagokat. Úgyhogy van érdeke mindenkinek, ha szeretné megosztani ezt az információt, és meggyorsítani, akkor aktívnak is lehet. Van egy level up rendszer, ez egy motivációs rendszer, amit bevezették tavaly, és nagyon jó sikerrel működik, úgyhogy ezt is bemutatnám. Itt is legtöbb vietnámi van, bár az első helyen van egy szlovák üzlettársunk, és a másodiktól hatodikig, aki legtöbb forgalmat hozott, legtöbb befektetőt, azok vietnámok, és akkor 7.-8. Nigéria, utána 9-10 megint a vietnámok. Itt lehet látni, hogy mennyi külön bónuszt is kaptak. Ez egy külön akció, promóció, ami még működik a webirodán belül. Melyik országok a legaktívabbak? Ez is ebben a promócióban van, de ez nagyon áttükrözi az egész forgalmat is, úgyhogy úgy döntöttem, hogy ezt is bemutatom. Itt is ugye Vietnám, Nigéria, India is. Régen indiaiak nem tudtak befektetni, most nekik is szabad. Ausztrálok is, ugye, az is tiltott volt, de most nyitott minden ország, majdnem minden ország a világon. Itt mi mindig büszkék vagyunk a macedónokra, mert a mi üzlettársaink a 13. helyen vannak, egy pici ország, nincsenek még 2 millióan is, és nagyon szépen dolgoznak, úgyhogy minden hónapban, most már 3. hónap egymás után jó nagy forgalmat csinálnak. 877-en vettek részt ebbe az akcióba, és a $6,906 lett ezzel a külön bónusszal kiosztva. Ha megnézzük, mi is a Skyway? Egy olyan technológia, utasszállító és teherszállító rendszer, ami olyan 3,5-5-6 méter magasan városokba, és 7-10-15 méterig is városon kívül. Nagyon sok előnye van ennek a rendszernek. Egy azért, mert sokkal könnyebben ki lehet építeni, gyorsabban, olcsóban, és a fenntartás is kedvezményesebb, mint a többi szállítási rendszerek. Ha meglátjuk, ilyen technológia még nincs a piacon, és a Skyway most ott van, hogy megszerzi a külön, nagyon szigorú engedélyeket Európában világszerte. Arra is büszkék lehetünk, hogy a Győri Egyetem készíti nekik ezt a szerződést és engedélyt, ami Európába is, és Ázsiába is fog érvényes lenni. Látjuk, hogy nincsenek olyan városi részek, vagy például itt egy folyó, ami megakadályozna az építkezést, és bárhol, még mocsárba is, sivatagba, Szibériába, mindenhol ki lehet építeni ezt a rendszert. Ha meglátjuk a mostani autópályákat, amit nagyon sok pénzbe kerül, és egy ilyen Skyway rendszer, akkor olyan 8-10-szer olcsóban ki lehet építeni, főleg ha vannak hegyek, ugye nem kell alagutokat fúrni,
és sokkal olcsóbban meg lehet ezt ki lehet építeni. A sinek is a gyors pályára teljesen más, mint egy a mostani vasút, mert nem csak acél feje van neki, hanem acél zsinórok is, és beton keverék, hogy simán és minél kevesebb hanggal legyen az utazás. Mi háromszor voltunk Minszkbe és Marina Gorkába, Belorussziában, ahol ezt kiépítették, és többször már utaztunk, és nagyon kényelmes, olyan hasonló, mint a villamos, csak nem megy jobbra-balra, nem zúg, alig lehet hallani valamilyen, mint egy messzi, csak egy olyan könnyű zúgást. Könnyű, halk zúgást. Kerekek is úgy vannak kitervezve, hogy egyben a villanyármat kapja a vasútból, és kerék is, fék is, és kevés energiát használnak el, ezért nagyon olcsó a fenntartás, és egy cent egy kilométerre egy utasnak annyiba kerül, amit nem lehet összehasonlítani, főleg a repülővel például. Na ez Marina Gorkába a Unibusz, ami 48 személyes, ez az alsó, a felső meg akár 500 km sebességre is tud menni. Most mégis megkapták a építési engedélyt Marina Gorkába, ahol kiépítik tesztelésre ezt a gyors pályát, legelőször 300, és akkor mindig 50 kilométerrel gyorsabban fogják tesztelni, és megszerezni az engedélyt ilyen gyorsaságra. 350, 400, egész 500. Ezek a járművek akár 600 km sebességgel is tudnak menni, de azt mondja a Junicko, hogy ilyen 450-500-nál egyelőre ilyen sebességgel fognak majd utazni. Van egy gyárunk, ez Minszkben van, elég közel a városi központhoz, és itten kezdték összerakni ezeket, gyártani ezeket a járműveket. Látszik már rajtuk, ugye ezt én fényképeztem ott a Marina Gorkába, hogy a dubai Skypod brand nevű és RTA, ami dubai közlekedési minisztériummal kötöttek szerződést, és most már megvan a sorozat gyártás is, majd később meglátjuk a képeket. Itt van a Junicki úr az én két fiaimmal, akik szintén velünk ott voltak, Minszkbe és Marina Gorkába. Ez két évvel ezelőtt volt, 2018-ban, 2019-ben is voltunk, 2020-ban ugye sajnos a koronavírus véget nem tudtunk menni, de online, YouTube-on keresztül megtartották ezt az egész ilyen információs prezentációt. A légellenállás ezekben a járművekben is nagyon alacsony, például egy hagyományos autóban 0,4 ez a CX, a Unibusz, ami akár 500 kilométerrel is fog menni, 0,065, amit lent az aszfalton, sineken nem lehet elérni, mert mindig visszafordul a levegő, és akkor fékezi az autót. Ezért a régi ladák meg a zsigulik nagyon sokat fogyasztottak, főleg ha elérték a 100 km sebességet vagy többet, mert akkor ez a légellenállás nagyon fékezte az autókat. Itt lehet látni, hogy mennyire hatékony ez a rendszer, milyen keveset fogyaszt,
úgyhogy nagyon sok információ, ne bonyolítsuk nagyon. A felépítés és a Skyway, ez a zöld felület a Skyway-n legolcsóbb, a fenntartás, a energiahasználat, kapacitás, akkor ez a szennyeződés, a biztonság, ez mind a Skyway-nak a előnye, amit össze lehet hasonlítani bármivel, bármilyen más közlekedési rendszerrel. Sok típusú járművet gyártottak már. A Univind az egy kétszemélyes, én úgy szoktam mondani, ilyen sakkozó asztal van a közepén, és ketten tudnak inni kávét, beszélgetni, kártyázni, sakkozni, úgyhogy érdekes. A Unibike az legelső jármű, amit készítettek, már 2016. novemberben egy 200 méteres pályán Marina Gorkába elindították, még olyan nagyon hideg, hűvös volt, de mi nagyon örültünk, mert ezek voltak az első valódi képek, és akkor elhittük, hogy ez igazán, igazi projekt, nem csak vizualizáció, hanem igazán meg lehetett látni. Jó szeptemberben már voltunk Berlinbe, és akkor a Viktor barátommal voltunk egy szobában, és nagyon sok információt kaptam tőle, és akkor kaptam meg azt a motivációt, hogy elindítsuk, és több ezer embernek, most már majdnem 10 000 ember van a hálózatunkban, akinek elmondtuk ezt az üzletet. A Unicar az egy nagyon érdekes, szép, kényelmes, most legutoljára avval utaztunk, Marina Gorkába, a kicsivel, ebben a naggyal még nem, ezt még nem láttam. A Unibus 24-es, meg a 48-as, mind a kettővel mentünk. Ezek is nagyon kényelmesek egyenesen. A High Speed Unibus, azzal abba beültem, Berlinbe is, meg ott Marina Gorkába. Berlinbe a legnagyobb világ kiállításon, ugye ott is kétszer, háromszor, azt hiszem háromszor voltunk, és ott is bemutatták ezt több tízezer népnek. Ami most készül, az a Unicont, 30 és 40 tonnás ilyen konténereket, hajói konténereket fognak majd vinni. Erről még beszélek, van egy projekt, ami most készül, és a Unitruck, meg a kétféle verzió, ez mind a kettőt Marina Gorka meg lehet már látni. Ez nagyon a teherszállítást megkönnyíti, meggyorsítja, és ami legfontosabb, olcsóbbá teszik. A TÜV certifikát, amit megkapták, ez egy minőségi certifikát, a hölgy balról ez a Junicki-nak a jobb fele, mi úgy szoktuk mondani, felesége, akik ezt bemutatták. Rengeteg diploma, certifikát, patentok, bejegyzések, még Kínába is levitték, ezt mind Marina Gorkába a múzeumba meg lehet látni, ezt ott is szoktuk fényképezni. Itt van az első gyár, ez nem sorozatgyár, sorozatgyártási gyár, hanem itten egyenként készítették, utána építettek még egy épületet, ami egybe raktár is, akkor kibéreltek egy ilyen 50 szobás irodaházat, és akkor a Skyway Plaza, ami hivatalosan meg lett most nyitva év végén, és 2019-i kép a Marina Gorka. Skyway-nak vannak drónjai, arról keveset beszélünk, de sok drónt csináltak, egy nagyot, mint a helikopter, azt is láttuk, de ilyen kis drónokat, amik ott röpködtek körülöttünk, és fényképeztek, videóztak, sokkal szebb képeket tudnak készíteni, mint lent a földön. A sárgyai bemutató
központ, ami az egész világból fognak már jönni, már jönnek is, van nagyon sok kép. Én 2 évvel ezelőtt, 2018-ban, vagy 19-ben, bocsánat, márciusban elmentem oda, akkor még legtöbbet lehet fényképet készíteni itten a sárgyai pálya előtt, még csak alapok voltak, és egy épület kezdett épülni, úgyhogy nem sok volt, de 3 hét után már mentek a barátaim, akkor már lehetett többet fényképezni. El akartunk menni oda a szlovén partnereinkkel, és kibéreltünk egy kis buszt, 6-an, 8-an, és elmentünk kicsit megnézni ezt a helyet. Én szeretek mindenhova elmenni, főleg ha valamilyen üzletet építek, és akkor meg tudom mondani üzlettársaimnak, hogy ez igazán valódi épül. Na, egy év után már elindultak a tesztelések is, ez mind Sárdzsában van. Hoztam ilyen 0,5 liter homokot, vittem is a prezentációkra. Még nem jött a pandémia, én minden évben olyan 50 000 kilométert utaztam autóval, és egész Bécstől Macedónia görög határig tartottam a városokba prezentációkat. Ott, mikor 3 nap alatt 7-et is megtartottam, és akkor vittem ezt a homokot mindenkinek megmutatni, érdekes volt. Ez a VIP, ilyen VIP az azt jelenti, hogy VIP, hogy a sejkeknek készült jármű, ami plusz 20 fokot tartja, és kint meg plusz 50-60 fok van. Ez egy unikár, ami 4 személyes, de nagyon luxus felszereléssel. Az első képek Sárdzsába, a sejk Sultan bin Mohammed Al-Kassimi, ez a sárdzsai sejk, nagyon tetszik neki ez a projekt, és az ő rezidencia előtt fog majd menni egy projekt, amit most majd kezdik készíteni. Itt lehet látni, hogy milyen szépen elkészítették. Ez a két ülés, ez nem a sejkeknek van, hanem azok, akik kiszolgálják a sejket, akik odaadják a pezsgőt. A sejkeknek van egy ilyen luxus fotel, ahol kipróbáltak. Mikor ő ezt meglátogatta a Junicki úrral, akkor még nem volt meg az engedély. Most márciusban elkezdik tesztelni a valódi utasokkal 400 méteres pályán, és a 2,5 kilométeres pálya azt befejezik májusban. És akkor természetesen ezt bővítik még a kikötőre, meg a dubai részbe. A sejk nagyon meg volt elégedve, nagyon tetszett neki ez a projekt, és ő ajándékozta ugye ezt a több millió dolláros földet, homokot, mert azt mondta Junicki, hogy még 60 méterre is lefúrtak, és csak homokot találtak, semmit. Akkor van egy projekt, ami Haur Fakan városának helyi televízióban volt egy riport, ezt biztos már hallottatok, és ez lesz egyik az első Skyway célprojekt. Akkor van ez a Kor Fakan, ez is a be lett mutatva ez a projekt, és ami nekünk nagyon fontos, egy teherszállítás, ami a kettő kikötőt, a sárdzsai kikötőt, meg a Kaur Fakant össze fogja kötni. Eleinte a Solar František nem jól mondta, úgy mondta, hogy ez a Fujairah kikötőre,
de Korfakán kikötő, ezt most ellenőriztem, és hegyekbe 130 km hosszú projekt. Ez a projekt most várják a építési engedélyt, már minden be van adva, és 3 éven belül ezt ki akarják építeni. És ez a Skyway központról még itt kihúzzák a Sharjah-i kikötőbe. Máskülönben a Sharjah-i kikötő a legnagyobb kikötő Emirátusokban. Megnézem csak, hogy valaki esetleg írte valamit. Oké, jó. Ó, 114-en vagyunk, szuper, örülök. Akkor mehetünk tovább. A National, ez egy riporterek, akik meglátogatták a Skyway Sharjah-ba a tesztpályát, és írtak nagyon jó cikket. A Oleg Zarecki, aki a Skyway Greentech-nek a igazgatója, ő vezette őket körbe, és bemutatta ezt a tesztpályát, meg amit ottan kiépítettek. Én megmondom őszintén, mi tavaly, most novemberben terveztünk elmenni egy hajóutazásra, és ott 3 nap lenni Dubajba. De ha minden rendben lesz, akkor az idén, novemberben, mikor meg lesz ez az Expo 2021-es, azt is átrakták, akkor el szeretnék menni oda. Több mint 100-an jelentkeztek a tavalyi útra, de sajnos ez lett, ami lett. Ha minden rendben lesz, akkor legalább egy busszal elmegyünk, repülővel, 50-en, és akkor meglátogatnám most ezt, biztos nagyon szépen van elkészítve, és akkor már, ugye márciustól már meg lesz az engedély, akkor már lehet ott is utazni. Ez egy másik delegáció, ez a miniszter, nézem, igen, itt van, 2 papírra írtam. Egyesült Emirátusi miniszterek és szaúd-arábiai üzletemberek látogatták meg. Ez is egy korábbi kép, ez már nem ide tartozik, de itt lehet látni, hogy sokan meglátogatják és nézik. Na, itt van ez, ami most a napokban történt. ERI, ez az egyik legnagyobb építési cég Szaúd-Arábiából. Nagyon tetszett nekik a projekt, és azt tudjuk, hogy már a Junicki a Szaúd-Arábiával is tárgyal, Egyiptommal is tárgyal, és ha valaki még nem tudja, a tájföldi projekt, ami 100 millió dollárba kerül, Szolár František azt mondta múltkor, hogy 50 millió dollárt már megszereztek a befektetők, úgyhogy fele már megvan, és ő szerinte az idén tájföldön is elkezdik építeni ezt a 100 millió dolláros projektet. Szaúd-Arábia az egy óriási ország, nagyon gazdag, lehet mondani, hogy legtöbb gázolaj van a világon. Emirátus az pici ország, de nekik is ugye sok a gázolaj, ezért is lettek ilyen gazdagok, csak ők, főleg Emirátus, a turizmusra és az üzletre mennek, és napenergiára, rengeteg napelemeket, több 100 megawattos napelemeket építenek már régóta, mert tudják, hogy a gázolaj még egy olyan 25-30 évig, és náluk ki fog fogyni. De addig ki akarják használni, és befektetni jó helyre a pénzt. 50 milliárd dollárt
akarnak befektetni, ezt ígértik a Junickinak, hogyha bemutatja nekik, hogy ez igazán valódi, és tud működni ilyen sivatagba, ahol a levegőbe sós levegő van, homok van, plusz 50-60 fok, és ha ez működik, akkor ez épp be is volt a RTA, ez a miniszter, közlekedési minisztériumnak a hivatalos weboldala. Akkor még a Pavel Skojpeda volt, most a Oleg Zarecki a igazgató. Azt tudjuk, hogy a Mohammed bin Rashid aláírt 7 projektet, amit Expo 2020-ra terveztek kiépíteni. Egyik ebből a 7-ből a mi projektünk, ami 15 km hosszú útvonalon, 21 állomás, és az Expo 2021-re lesz ez bemutatva. Én már többször kérdeztem ezt a projektet, csak azt kaptam mindig, hogy ez titok, azért, mert ezt a 7 projektet, ezt őrzik, nem akarják bemutatni, mielőtt lesz a Expo, mert akkor több millió ember, ugye, ha meglátják már képeken, tévén, interneten, akkor nem lesz nekik olyan érdekes. Nem tudom, hogy mennyire épült ki, azt legutoljára információ már majdnem egy éve, hogy megvannak a építési engedélyek, ezek a ilyen földi műveletek is, hogy el vannak készítve, de azóta nem kaptunk új információt. Én mindig kérdezem ezt, de még mindig nem kaptam meg a választ. Na, ezek is 2019-es fotók. Azt gondoljuk, hogy 5-10 év múlva sok ilyen szakasz lesz a városban, meg városon kívül, ahol az utasok fognak menni, és nagyon gyönyörű lesz. Most is Dubajban, én mondom, egyszer mindenkinek el kell menni, de én szívesen elmegyek még egyszer. Budapest-Dubajban járat, nem tudom, most megye, Zágrebból is volt, ugye? Úgyhogy Zágrebból utaztunk. Na, jövünk a Sárgya. Ja, nem mondtam. Sárgyába egy új célprojektet most készítik, a dokumentumokat, és várják a építési engedélyt. Ez egy 10 kilométeres, ez nem tudom pontos hova megy, de lehet, hogy a sárgyai kikötőre. Ez is hivatalosan megmondták. Na, akkor jövünk ide, ami bennünket érdekel. Ez egy certifikát, amit mindenki meg tud rendelni, mikor kifizette a csomagot. $10 kerül, és akkor kiküldik. Olyan 4-5 hét kell. Moszkvából küldik a Skyway Community irodából. Van egy akció, ami 7 órakor ma, 9 nap és 2 óra 58 percig tartott. Most nem is tudom mennyi van, 20 perc múlva 9. Szóval 9 nap és 1-1,5 óra van még erre a csomagja, Share New Year, ami azt jelenti, hogy a diszkont, a engedmény 1-100-zal van. Ez január 31-kor 10:00 mi óra szerint be fog fejezni, és azok tudják használni, kihasználni, akik 55 éves és idősebbek, azok megkapták, vagy ha valakitől kaptok ajándékba. Háromféle csomag van, és el tudjuk küldeni, aki ezt megkapta, 3 személynek. Saját maga mindenki ki tudja használni, és még plusz 3 direkt partner tud ajándékozni. Ha mélységben van valaki, sajnos annak nem tudja, csak a közvetlen meghívottaknak tudja ezt kiküldeni. Azok, akik tavalyi évben befektettek, vagy a első vonalba hoztak $3000, és ez meghosszabbodott még januárra is,
ha most lesz 3000, akkor ő is meg tudja kapni ezt a diszkontot. Három csomag van, 250, 500 és 1000 dolláros csomag, mindegyiket ki lehet fizetni egy részletre, vagy 5 részletre. Sokan kérdezik, hogy miért nem 10 részletre megy ez. Azért, mert még tavaly bejelentették, hogy év elején leülnek a Junicki úrral. Ezt most a Solar azt mondta, hogy január végére tervezték, ha tudnak összejönni, és megbeszélik, hogy mikor lesz a 15. fázis. És azért ezt csak 5 hónapra adták, nem 10 hónapra. Én nem tudom, mikor lesz a 15. fázis, de szerintem februárban meg tudják mondani a dátumot. Úgyhogy ezt használjátok ki, Macedóniában ez mind elfogyott már, már senkinek nincs, nagyon használják, és ilyen 50, 100 vagy 200 dollár havi részletre, 5 havi futamidőre ki lehet fizetni. Itt lehet ajándékozni, rá kell kattintani, hogy ajándékozás, beírni az e-mail címet a közvetlen partnerünknek, és elküldeni neki. És akkor ő fogja kiválasztani, hogy melyik csomagot fogja magának lefoglalni. Ha valakinek esetleg nincs pillanatnyilag pénze a számlán, 5 napra le lehet foglalni, de akkor inkább várjátok meg a január 30-31-ét, és utána akkor lefoglaljátok, és akkor 5 napig még ki lehet fizetni, minimum 5 napig. Ez egy kép, hogy hogyan lesz majd kiosztva az osztalék. Sajnos tavalyi év nem volt pozitív, úgyhogy az idén nem tudnak fizetni osztalékot. Én nagyon reménykedek, hogy ez a 3-4-5 projekt elindul az idén, és akkor jövőre tudnak majd fizetni osztalékot. Az összes nettó bevételnek a 20%-a megy osztalékba, és ezt a 3 holdingon keresztül és a RCG fond alapítványon keresztül fogják fizetni. A RCG az egy Kajmáni szigeteken beregisztrált cég, és úgy meg elkészítették, hogy az amerikai állampolgárok is tudnak befektetni ezen keresztül. Ezt azért készítették, de ha valaki 10.000 dollárral, az a minimum, be akar fektetni, oda is befektethet. Nagyon jó, mert mindjárt résztulajdonos a RCG alapítványnak is. És mindjárt igazából megveszi a részvényt. Mi kölcsön adjuk a pénzt, mikor a Skyway kimegy a tőzsdére, akkor lesznek részvények, ezek a részvénycsomókat, amit most vásárolunk. Ahogy mondtam, most várjuk, hogy bemondják, hogy mikor lesz a 15. utolsó fázis, úgyhogy ezt majd, ahogy lesz több információ, akkor mondjuk. CoolPay processzor, amin keresztül fizettük a kártyával, Visa és Master kártyával, az pillanatilag nem működik a Skyway Capitalnál, Skyway Community-nál, ezért bevezették a Capitalist. Itt sajnos be kell regisztrálni, elég egy bonyolult processzor, én még nem próbáltam, de egy páran nálunk beregisztráltak. Megvan a weboldalon, hogy hogyan kell beregisztrálni, ha valakinek ezt kell. Az a jó, hogy kártyával is és kriptovalutával is lehet fizetni. Én azt ajánlom, ha valaki fizeti most a részleteket, ne jegyen meg, mert senkinek nem fogják megállítani és leblokkolni, mert még ezt nem fogják megoldani. De Ethereum azt ajánlom, mert nagyon gyorsan és 1 perc alatt átmegy a pénz, és látszik a számlán.
ha valaki használja a blockchaint, meg a kriptovalutákat, akkor megy a bitcoin is, jó, csak néha felmegy az ára, akkor sokáig utazik, meg 7-8 dollárt ba kerül, a Ethereum az meg mindig 1 dollárról alul, néha csak 20 cent, és nagyon jó működik. Na, ennyi volna a ma estére. Két nap alatt. Érdekes. A kriptovalutákkal, ha fizetünk, nagyon fontos, hogy mi fizessük, ne adjuk valaki másnak, mert volt olyan Macedóniában, elvitte a pénzváltóba, ott hagyta 800 dollárt, és akkor az valamikor napközben utalta. Hát ilyent még nem hallottam, mondom. Mindent csinálnak az emberek. Saját maguk fizessük, és mindig abba 15 percbe, és pontos annyi összeget, nem szabad megváltozni. Mert másképp ők nem tudják megtalálni, ők a összeg szerint keresik meg, és akkor írják jóvá. Ez a legfontosabb az egészben. Jó, igen, saját walletra, és ne tőzsdéről. Mert tudjátok, hogy a tőzsde az akkor küldi ki, mikor lehet, hogy másnap. Néha nekem volt egy tőzsdén, amit 3-4 napig vártam, hogy kiküldjék. Úgyhogy tőzsdéről nem szabad küldeni. Ilyen, mint Binance, meg HitBTC, meg ilyen, ugye? Saját walletra. Oké, akkor jövő pénteken, lehet, hogy a péntek nem egy legszerencsésebb nap a konferenciára, de örülök, hogy 114-en itt voltatok. Én megnyomtam itt a felvétel gombot, a Irisával, a Irina Volkovának a helyettesével ezt intézem, hogy feltegyék a weboldalra, a YouTube-ra, és meglegyen akkor mindenkinek. Jó, jövő péntek, 8 óra, ugyanezen a linken, és a webirodában benne van, csak nem írták Magyarország, hanem Horvátország, Szerbia, de ez a magyar nyelvű. Ez nagyon jó, Szabó Csaba, örülök, hogy megkérdezted, mert ezt terveztem mondani. Ha lejár a 15. fázis, akkor a Skyway Community, ők tervezik a célprojekteket, és az idén el akarják indítani még a token árusítást. Erről majd lehet, hogy februárban többet tudok mondani, de a Unitskival megbeszélik, és akarják azt is elindítani, és az is megy a hálózatba. Amit még tudok, hogy azt tervezik, hogy a Skyway Community-n menjen majd az osztalék is, segítsenek a részvényeket is eladni, úgyhogy nagyon nagy terveik vannak nekik, de hogy most mi lesz ebből, mi teljesül, azt most nem tudom, de én is ezt ajánlanám, hogy itt maradjunk egy kupacba, egy helyen, és akkor mindenkinek tudunk segíteni bármi eladni, vagy kifizetni ilyen dolgokat. Úgyhogy lehet majd befektetőket hozni, ők akarnak 10-20 évig még biztosan dolgozni, és akkor a célprojekteket is, amik lesznek, azt most vagy tokennal, vagy valami részvénnyel, azt nem tudom, lehet, hogy tokennal lesz, de marad a hálózat, és lehet majd akkor így. Jó, oké, köszönöm szépen, 20 óra 50 perc, és további szép estét kívánok mindenkinek. Azt nem tudjuk még, hogy mikor megy ki, el van készítve a tőzsdére, de sok mindentől függ, nem csak a Skyway-től. Ma erről még akkor beszélünk. Sziasztok, jó éjszakát!